A Duna régió stratégia az Európai Unió második makroregionális stratégiája közvetlenül a Balti-tengeri stratégia után. Hörher Dániel, a külügyminisztérium EU-Duna régió stratégia, kormánybiztosi titkárságának közlekedési tanácsadója a stratégia fontosságát emelte ki. A Duna régió stratégia a Duna vízgyűjtő területének országait tömöríti. Egyik legfontosabb tevékenysége a belvízi hajózás. Célja, hogy a Duna révén összekapcsolódó országok között meginduljon egy együttműködés a belvízi hajózás területén. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzatának vezető partnerségével és a Dunamenti kis és közepes méretű kikötők és városok együttműködésével valósult meg a DAHAR projekt, amely 2011-ben indult 8 ország, ezen belül is 11 partner és 9 kikötő összefogásának köszönhetően. Nagyon fontos volt, hogy mivel az Európai Uniónak a következő pénzügyi tervezési időszaka ugye 2014-ben indul, bekerüljünk a helyi, megyei, nemzeti és egy kicsit az európai tervezési dokumentumokba is. Ennek érdekében értelemszerűen ha Dunaújvárost vesszük példaként, akkor nyilván a Dunaújvárosi integrált területi stratégiába, városfejlesztési dokumentumokba ott kell, ott, ott vagyunk. Az elmúlt fél évben a helyi kikötők adottságait mérték fel. Ebben Dunaújváros kiemelt helyen áll. Ebben a kivételes logisztikai földrajzi adottságban nagyon fontos lenne, vagy nagy lehetőség a városnak, hogy egy olyan logisztikai szolgáltató központ épüljön, amely gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő hatású lehet. A foglalkoztatottak becslése még folyamatban van. A projektvezető szerint több száz munkahely jöhet létre a fejlesztés hatására. Mint kiemelte, az EU-nak az a célja, hogy 2020-ra 4%-ról 20 ra emelje a vízi úton történő szállítást, hiszen környezetbarát és olcsóbb, mint a közúti szállítás. Az előkészítő szakasz sikeresen lezárult. Az öthetes média kampányt követően elindulnak azok a szakmai pályázatok, amelyektől a forrásokat remélik a közeljövőben. Dunaújváros város esetében fontos lesz, hogy országosan kiemelt projekté váljon. A logisztikai szolgáltató központ és harmadik ütemében a kikötőfejlesztés a következő szakaszai a Dohar projektnek.